Április 8-án, 6. alkalommal látogatott Bátaszékre II. Géza király. Persze nem a valóságban, hanem a róla elnevezett gimnázium diákjainak segítségével. A most már hagyományosnak mondható látványos felvonulást idén sem fogadta kegyeibe az időjárás. Szeles, esős időben indultak a II. Géza gimnáziumtól a koronázás menet résztvevői, a királyi pár, a főpapok, a lovagok, az apácák, a szerzetesek és persze a közrendűek, akik szintén elkísérték II. Gézát és feleségét Eufrozinát a koronázás színhelyére a tornacsarnokba. Természetesen nem hiányozhattak a menetből a zenészek sem, akik a zeneiskolából és a gimnáziumból velbúválódtak. A kedvezőtlen időjárás miatt az esemény főszervezője Sümegi József a királyi párt és kíséretét nem a tervezett hosszabb útvonalra, hanem az Árpád utca, Budai utca irányba kalauzolta. A nap csúcspontjára, a koronázásra a tornacsarnokban került sor. II. Gézát Szántó Szilárd keltette életre. Íme a királyné! Hogyan történt a király és a királyné kiválasztása a gimnáziumban? Hát ez egy szavazás alapján történt. Végül is minket az iskola diákai választottak meg. Mit éreztetek, amikor megtudtátok, hogy ti lesztek ebben a szerepben idén? Én örültem ennek a szerepnek. Szerettem is volna király lenni. Én is ugyanígy. Hát az időjárás az elég rossz volt, mondhatjuk úgy, de a felvonulás az jó, igen jó volt. Nem tudom, szerintem Bátaszéken ez az egyetlen színvonalas olyan megjelenés volt idáig, amit a községben talán többen is eljöttek volna megnézni. Attól, hogy ti most király meg királyné lettetek egy napra, megváltozik-e a ti viselkedésetek itt a gimnáziumon belül? Hát nem szeretném, hogy megváltozom. Szeretnék olyan lenni, mint régen voltam. Szerintem egyáltalán nem változik még. Jó, hogy tetszett a... Ha nagyon tetszett, nagyon szép volt. Még idáig egyszer sem néztük meg, de nagyon-nagyon szép. Mi benne a legszebb? Hát az avatás nagyon szép, az nagyon tetszik meg. Az egész fölvonalas, az egész szervezés nagyon szép volt. Mit szól a ruhákhoz? A királyné tetszik legjobban. És miért? Azért, mert az a legszebb, az összes között. Az a legszebb. Nagyon tetszett, főleg azért, mert egy pár évvel ezelőtt ez tulajdonképpen egy diák megmozdulásból nőtt ki, és tényleg most már egy egész szervezett formát ölt, úgyhogy nekem nagyon tetszett. Mennyi munka lehet ebben? Szerintem nagyon sok, hiszen már régóta gyűjtik a ruhákat a gyerekek, meg próbálnak, nagyon sokat próbáltak, tudom, úgyhogy biztos, hogy sok munka volt. Már felkent király és királyné, az udvarnéppel együtt a koronázást követően átvonult a művelődési házba, hogy fogadják a gimnázium diákjainak hódolatát. A király a közönség lelkes tetszés nyilvánítása mellett lovaggá ütötte a Bognár nembeli Jenőt is. Többet egyet sem. Ez nagyon váratlanul ért, de rendkívül módon meg vagyok hatódva, és nagy-nagy megtiszteltetés, mert azt hiszem ez az első lépés, amikor a gimnazistákhoz közeledni tudtam. Az egész napot hogyan értékeled? Én elfogult vagyok a gimnáziumunkkal, és nagyon büszke vagyok a diákságra és a tanárokra, akik vállalják ezt a csodálatos felvonulást, és azt hiszem, hogy ennek most már hagyománya van. Feladatunk az, hogy ez inkább szélesedjen, és mindig szebb legyen, minél látványosabb legyen. Vannak esetleg konkrét elgondolások arra, hogy hogyan lehetne ezt tovább fokozni? Hát nekem van egy elképzelésem, nem tudom, hogy illik bele a képbe. Én szeretném, hogyha a jövő évben a
felséges király és a királynő néhány napra átvenné Bátaszéken a hatalmat, és királya és királynője lenne Bátaszéknek. A gimnázium új tanerői is az uralkodó elé járulhattak, aki feleskedte, majd lovaggá ütötte őket. Milyen hagyományokra tekint vissza ez a Géza-napi esemény? 1989-ben kezdődött, amikor az iskola fölvette II. Géza király nevét, és hát szűkebb keretek között ugyan, de Géza király diák király választásával és diák királyné választásával kezdődött, és ezt a művelődési házba tartották meg. Az ős magjához tartozik ennek az ünnepségnek, maga a királynak és a királynénak a megjelenése, illetve az osztályok hódolata egy-egy szonett és kis sütemény meg virág kíséretében. Tehát ez képezte tulajdonképpen az ős magját.